vele már ilyen gondok ne legyenek. Most tesztelünk, tehát a mi nézőink is azért vannak, hogy teszterként itt részt vegyenek. De ebben a pillanatban el fog kezdődni a mérkőzés, úgyhogy üdvözlünk minden kedves nézőt, régi látogatót és újat, ha még nem tettétek meg, ez főleg az újaknak szól, akkor kövessétek a csatornát, hogy ne maradjatok le a mérkőzésekről, hiszen csak itt nézhető magyarul az ISL Pro League, ahol többek között Ted Foxék is játszani fognak majd. Múlt héten ugye őket követhettük, több napon keresztül is, ma ők nem lesznek terítéken, de lesz helyette épp Astralis, nagyon nívós mérkőzésnek ígérkezik, első pisztolyos körben Exist, bocsánat, igen, Exist, igen, már is a gránát áldozatává vált, viszont Draken tud válaszolni, vagy Draken, hogyha kicsit angolosabban akarom kifejezni magam, Kirby és Device közös kombinációja banánt azonnal megtisztítja, és innentől kezdve, hát nagy valószínűsíthető, hogy tudják olvasni azt, hogy két játékos megosztott erővel, hol lehetnek nagyjából, hova kell, együtt kell mozogni, és ezt egyébként meg is fogják mennek csinálni. Be B-re, szóval inkább visszahozzák, mert a gondolkodnak, hogy elindulnak arra. Úgy gondolkodnak, hogy ennyi alatt talán már vissza is foroghattak a srácok, és milyen igazuk van. Ugyanis Forrest-ték is B-ről jöttek vissza, és hát átkötőből pontosabban. A lényeg az, hogy nagyon kiszorultak a srácok. Van ugyan Diffuse ki, tehát idővel tudnak gazdálkodni, de ez nagyon kevés lesz. Borzasztó jó formát kéne most hozni. Őrületes aimot kéne mutatni, amit egyelőre csak Kirby-től látunk. Device és Forrest. Dupri kapja el végül. Nagyjából volt arról szó, hogy ez az Inferno, ez az Astralis pályája, és Nyúkot pedig a NiP választotta. De ugye ez egy elég bonyolult vétórendszeren keresztül ment ez végbe, hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor majd később szünetben belemegyünk, mert bele tudunk zavarodni, hogy is van ez. Ezt csak azért mondom, mert direkt próbálgattuk a mérkőzés előtt, elpróbálgattuk, hogy tényleg úgy van-e, ahogy értjük, és úgy van, végül is megvan a know-how, csak azért azt mondom, hogy itt, hogyha gyorsan történnek az események, akkor nem biztos, hogy be tudjuk majd fejezni a mondandunkat. Így van közel egyébként, hogyha megnézzük a térdalon lévő fegyver repertoárt, akkor látjuk, hogy eléggé egyhangú, 5 darab UMP-val, illetve gránátokkal vannak felszerekezve, míg ugye a NiP rá van kényszerülve a kicsit olcsóbb beruházásokra. Ebből is látszik, hogy CZ-ket látunk egyébként, ami ugye egy ideig nagyon-nagyon eltűnt a metából, ugye főleg a nerf miatt, viszont mostanában egyébként egyre többet látjuk, ami nekik igazából örülünk. Device nagyon őrületes fejlővések B-n, és nem fogja abba hagyni. Hát mondjuk pont kifogy, és Exist még vissza tud vonulni. Meg is öli Device-t! De Glavy rá segített igazából, és üres az út B-re. Ketten vannak állni, és a maradék kihetékos nem fogja átvinni a bombát B-re, szóval nem fogja lerakni a bombát B-re, inkább megint átforognak arra, nem tudom egyébként ezt az Astralis taktikát, ezt honnan tanulták, hogy full üres a B, és akkor átfutnak egyből arra, esetleg belefutnak szerintem Forrest desertjébe. Most ezt nyilván félre olvasták, de egyébként meg szinte teljesen igazából mindegy, mert szóval le kell hozni az ember által, de nyilván nem kell kockáztatni semmit, hiszen híres ez a játék arról, hogy minden másodpercben több ezer klatsot hoznak le, hogyha az MM-et is beleszámoljuk. Szóval nem kell kockáztatni, de ez az Astralis, ez olyan, hogy megölünk kettőt B-ről, és a timingban olyan a game sense, és úgy érzékeljük, elmehetünk nyugodtan ára is, mert vissza fognak zárni B-re a NiP játékosai, tehát ez egyébként egy fordított pszichológia, egy fordított hívás, teljesen oké és teljesen jól ki van ezt találva. Most viszont teljes ekkorban a NiP sok mindenre nem számíthat, úgyhogy addig el is mondom, hogy ezen a napon is lehet nyerni skineket, a bal alsó sarokban láthatjátok, ma ilyen piros nap van. Tehát ilyen gonosz Daimyo-t lehet nyerni magyar nevén M4-be, illetve egy 5-7-t. Ezek ilyen másfél-két euró környékén mozognak. Hát majd emeljük a tétet, ahogy haladunk előre a héten. Egyelőre ezek a bemelegítő skinek, ezeket lehet tehát megnyerni. Nagyon fontos, hogy mindig a második pálya végén sorsolunk, mert úgy számít meccs végének, ugye, mert ezt mi így számoljuk. Tehát igazából, igen. És akkor Raffel parancssal lehet majd jelentkezni, amikor felszólítunk titeket
erre. És egyébként fontos az, hogy fellegyetek, vagy bocsánat, hogy bekövessétek a csatornát, a feliratkozás az egy másik oldalon van. Szóval mindenképpen be kell követni a csatornát, hiszen csak akkor tudjuk neked odaadni a skin, vagy hát nektek, illetve annak, aki megnyeri, hogyha követve van neked az ESL Esport úgyhogy csatorna. És hogyha már egyébként megtetted azt, hogy az ESL Esport úgyhogy bekövetted, akkor már menj át az Esport úgyhogyra, a sima Esport úgyhogyra, és azt is kövesd be, mert ugye igazából a két csatornán ugyanúgy Counter-Strike meccseket közvetítünk, csak ugye az ESL, az ESL meccseket, ez egyértelmű. Középként úgy lesz, hogy az Astralis nem várta meg a bombát, amíg felrobban, inkább elindult a hentelés, és megölték az összes BS-tekkel ünnipes játékost. És érkezik a vásárlós kör a NIP-től végre. Rakennél ott az AWP, egyelőre az Astralisnál nincs párja. Meglátjuk, hogy mit fog vele tenni. Az ESL Pro League keretein belül egyébként a csapatok többnyire egy-egyes, de majdnem azt mondtam, hogy döntetlen, mert végeredményében döntetlen, de ugye itt a BO1 teljes értékű meccsnek felel meg, 3 pontért. De többnyire az előző szezonban és az azelőtti szezonban is egy-egyeket játszottak, inkább Inferno és Cash fordult elő, hát ez az Inferno ez újra itt van velünk. És talán a harmadik szezon volt utoljára, amikor a NIP két pályán is tudott dominálni. Az meg már nagyon messze van, azóta ez az Astralis, vagy azóta, ugye akkor az még egy Team Solo mid volt, most már ez egy Astralis, a NIP-nek is a felállása változott, nem is kicsit, azóta már két emberes változtatáson is átestek, szóval ahogy ugye az Astralis is. Na nézzük az első fegyveres körét a NIP-nek, ez fontos lesz, röviden már érkezhetnek a ték. Forrest nagyon jó pozícióban van, de most ő is kapja a vakitográtát, Exis kapja el közben Duprét, és Galév azonnal válaszol agresszívan, megyelőre nem cserélték egyébként az SMG-ket, egyelőre úgy tűnik, hogy ez vissza fog nyalni. Getrite is megérkezik, és Device marad egyedül, aki hosszúról érkezik, és nem tudja hátba lőni Getrite-ot, aki viszont 180 fokos fordulatot vesz, és belövi Device-t. Ezzel viszonylag magabiztosan. Most azért mondtam, hogy magabiztosan, mert jobban trédelgettek a népesek. Kezükben volt ez a kör, Getrite is jól olvasta az egészet, de azért fegyvereket buktak bőségesen, kell vásárolni, majdnem, hogy nullára vették magukat a játékosok, itt főleg Forestre gondolok, meg Exisre. Hogyha az Astralisnak sikerülne most ezt a körét megnyernie, akkor Jelzbuk szituba kerülne a nép, és az borzasztó rossz lenne a bankjukat, tehát a bankjukat tekintve, és akkorra kell két kört is hozhat az Astralis még ezen kívül. Ami azért valójában nem lenne kellemes a NIP részéről. Nézzük közben, hogy Draken itt van házba, ott talán akadt párja az AWP-n, de egyébként Forest is ott van, tehát ketten fogják apartmant, és néz ki, nagyon jól taktikázik az Astralis, de végül a NIP jön ki jobban a cseréből. Ugye ez az egyik játékos kibételi, míg a másik lelövi a maradékot, taktika az Astralis részéről. 3-4 azért a játékosok állása jelleg ebben a körben. Forest nagyon kevés HP-n van. Ugye, mit láthattátok, Forest megkapta az AWP-t, ugye volt egy ilyen cikk is, ha jól emlékszem, Esport egyen, hogy volt egy ilyen nagyon nagy vita, meg hát igazából állandóan vitáznak erről, hogyha kevesebb HP-s az ember, akkor az AWP-t megkaphatja-e, vagy esetleg maradjon inkább N4-gyel, ugye, mert kevesebb HP-val és az AWP-vel egy golyó kell, erről azért mindig is folyik a vita, és úgy néz ki, hogy Foresték azt támogatják, hogy inkább a kevesebb HP-s játékosnál legyen az AWP, de nem nagyon használta még ebbe a körbe. Kirby maradt egyedül, közben itt elbeszéltem az időt. Nagyon nagyon néz ki, hogy ebből nem lesz az Astralis részéről nyerték, bukták szituáció. Fél perc van hátra a körből. Ebből Kirby tele van. Hogyha úgy nézzük, van nála AK, nagy kevó, két flash, illetve egy molotov is. És a bomba is nála van, meghal Rez. Viszont Existen már nem tud túlmenni. 2-3. És még tudja venni a fegyvereket az Astralis. Igazából egyedül Duprinél vannak gondok. Idő is egy Galillal. Pontosan nagyon jól mondod. Nagyon jól mondod. Kismagyar, ez főleg ugye annak köszönhető, hogy egyrészt tettek bombát, már ez már elég régen volt, de lőni azért mindig is tudtak. Jól spórol nagyon az Astralis. Meg hát ugye T oldalon olcsóbbak a fegyverek, lássuk be, sokkal kevesebbszer fordul elő, hogyha jól játszod azért a T oldalt, és nem csak az lehet jól játszani, hogyha mindig nyered a T oldaladat, nem csak akkor lesz folyamatosan pénzed, hanem akkor is, hogyha az SMG-kkel megfelelően tudsz fregelni, még a játék korai, nagyon korai szakaszában, akkor be tudsz bankolni, és pontosan ezt látjuk, és most is van például Duprinél egy ilyen. Hát utility-ben annyira nem állnak jól, tehát ilyen 2-3 gránát van mindenkinél, sőt device-nál igazából semmi. Érdemes lesz talán, most mondjuk pont ő van egy ilyen B-banánfogó poziban,
De én például ezzel vagyok úgy, hogyha mondjuk valakinek nincsen gránátja, akkor inkább ő menjen bentrizni, vagy ő legyen a scout, többiek pedig supportként ki tudják ezeket dobálni. De most már kontaktolnak, most már nagyon közel vannak a srácok, ezzel kell foglalkozni. Na, azt nagyon szép fejlővés volt Kirby-től. Exist köpni nyelni nem tudott, azért némi sebzést kiosztott, de nem eleget. Nem eleget, az még bőven nagyon sok HP 63-mal. Draken. Ó, oh, na! Ott két játékost is megpróbált egyszer ellőni, hát nem sikerült, és Dupri duplázik. Nagyon, látjátok? Így lehet nagyon sok pénzt össze rakni T oldalon is. Jelva nem feltétlenül nyered a köreidet. Getrite és Reznek talán azt tudnám tanácsolni, hogy mentsük ki ezeket a fegyvereket, mert ez nagyon fontos lenne a Diffuse kit is. Nagy Kevlar még inkább. Tekintve, hogy 5 Astralis játékos él, olyan szépen bementek. Nem lehet ezt visszafoglalni. Az mindenképp jó, hogy Rest tudott egyet ölni. Megvan a pozíciója. Getrite is. Viszont lefüleli őt Kirby. Visszalőtték és... Rezzelről is nagyjából van info, csak ő már azóta nagyon helyesen távolodik, és nem hagyja azt, hogy elcsípjék, hogy fülön csípjék. Megnézzük a pénzeket a CT oldalánál. Igazából két játékos tud venni, Drakennek kell átgondolni, mit szeretne venni, és... Hát tökösek lehetnek. Én azt gondolom, hogy akár be is vállalhatják, és be is fogják. Drakentől érkezik az UMP, ahogy Getrite-tól is. És Forest deagle-ozni fog. Hát Forestnél azért be tudnak akadni azok a fejesek. Azt gondolom, hogy nem kell félteni. Csak jól tudjon helyezkedni. Nekébe figyelni kell arra a desert égőre. Jól mondod, Robi. Na nézzük! Dusty az nem nagyon indult meg. Egy játékos ment scoutkodni banánba, ugye Kirby személyében. Ő is inkább farakáshoz húzódik vissza, nehogy esetleg egy kószogolyó eltalálja a fejét. Egyébként a bomba inkább device-nál van az AWP-snél. Ez egy elég okos dolog, hiszen ugye ilyenkor az AWP-s nem feltétlen a kirásolós személy a csapatban, inkább az ilyen hátulról támogatós játékos, de közben láttuk a legelső trade-et itt ebbe a körben. Bacon halt meg, illetve Zipnix halt még meg. 4-4-re, úgy lesz, hogy a bomba elindult alfele, végül érkeznek a smoke-ok. Dupri pedig már hosszún próbál gyilkolni, de exist. Jó, eddig nem olyan rosszak, nem olyan rosszak a trade-ek a Nipnek. Forestről nincs semmilyen info, és elég jó poziban van. Getrite-ot viszont... Nem volt jó poziban. Nagyon szépen letartották, az az igazság, hogy nem volt, nem, kicsit nem várnia kellett volna. Szóval nincs még veszve semmi, hiszen Forrest könnyű szerrel egyébként hátba mehet, amire nem is számítanak. Aztán az Astralis játékosok, így van, meg is van neki Kirby, 2-2-re, ahogyan mondtad Robin, nagyon-nagyon jók a cserék jelenleg mindkét csapatnál. Érkezik a bomba lerakása. Nem tudom számítani, 40 másodperc van hátra. Egy Diffuse kit Reznél, szóval aggodalomra semmi ok. Már csak ezt a 2-2-t kellene vagy orvosolni, device-nál közben az AWP. Ugyan el fog-e sülni itt, az a kérdés. Hát az el. Az első, hát igen, az első és ott egy noszkop, így van. Úgy néz ki, hogy nem volt valami erős. Ez a trade is volt, nem volt semmi gránát. Igazából Draken innentől kezdve nem volt, ugye Forestnek még róla információ, volt az egyetlen, aki úgymond esetleg le tudta volna lőni. Jobb helyzetben volt, mint röviden Draken, tehát... Nem volt tényleg semmi fajta gránát, hogy legalább egy kicsikét segíteni tudták volna egymás játékát. Nem baj, megpróbálták. Az is valami, viszont ekkóban van a Nip. És Dupri megy előre, megállíthatatlanul. Megint SMG-vel tud fregelni az Astralis, ami rövid úton további pénzeket fog nekik biztosítani, és Dupri nem lacafacázik, ő meg kezdőn van, CT-n abuzolja, hogy ilyen magyar angolsággal éljek a Nipet. Getlite-nak ez az átkötős pozíja egyelőre nem annyira válik benne, mondjuk nem ez alapján, a kör alapján ítélem meg, mert nyilván itt sokkal esélytelenebbek, mint amúgy. Amúgy voltak fegyveres körben. Na. De hát ugye nem is egyszerű, tehát ez a pozíció.
Jó, ez most már biztos, hogy 2-6 lesz. A kérdés az, hogy Dupri meghal-e? Amilyen lótifutit játszik, minden esély megvan rá. Uramisten, és jön Sipnix is, meg fog halni Forest is. Jézusom, Dupri, hát 8450 dollárja van. És mag 10-zel aprította végig igazából a népet. Nem hajlandó letenni azt a fegyvert? Kicsit meredek próbálkozás. Lehet egyébként arra számít, hogy a nip dupla ekkot fog eszközölni, de a nip nem akarja, hogy elhúzzon az átszak, ezért mindenképpen megvették a fegyvereket, és még az AWP is megjelent Drakennél. Igaz, Kevlar nélkül, de ott van nála az AWP. Látjuk, hogy mennyire lesz ellenfel egyébként Device-nak, aki jelenleg és banán végét próbálta betolni. Kevesebb sikerül egyébként, hiszen nem talált semmilyen célpontot magának. Draken is visszahúzódott inkább koporsóhoz. Egyébként megindulnak a Frelek Exist és Forestot fregelnyed fel Get Right-nak, és ott van még egy lövés. Jörbitot egy duplával picit egalizálni, és úgy néz, hogy a bombát megpróbálta fékelni, és most elindul a lerakáshoz. Get Right közben átlott a füstöt, igaz hiába, hiszen csak hitelni tudta a játékosokat. 2-3 a szituáció alakul ki. Megindul a visszafoglalás a nipnél, nincsen defuse kit, szóval az idő szorítja őket. Mindenképpen kell 10 másodperc ahhoz, hogy a bomba fel legyen szedve. A játékosok elhelyezkedtek és tárt karokkal várják a CT-ket. Körben nagyon jó pozíció van Pitnél, illetve Device is. Úristen, Device mekkora frag, Draken meghal is. De a Tech 9 már nem a régi, ugye, mint látszik is. De aha, ott van azért még Rez meghal, és Get Right is végül elmenekül. Pedig azt hittem, hogy lesz 3-6. De kár volt leírni, ez amúgy tényleg egy ilyen, nem tudom. És fogalmazva, szóval leírom a Tech 9-et, és aztán Device pedig egyből fregel vele egy nagyon Draken nagyon rosszul olvasta azt, hogy még site-on belül vannak-e Astralis játékosok, vagy hol vannak. Látszódott, hogy nem volt meg mindkét játékosról az info. Egy pitet talán úgymond tudtak infózni, de az, hogy ketten, és ugye amint kidobta Get Right a füstöt pitre, az pont lyukas volt. Device látta Drakent, agresszívan kitolta, és kész, már is ott volt, hogy nem lehetett már ezt megfordítani, és megint borzasztó most például agresszív próbált lenni a nép, ezt viszont az Astralis azért tudta lefülelni, mert valószínűleg tisztában vannak azzal, hogy nincs pénze a népnek, és kizárólag egy ilyen pisztolyos körben vagy egy jó stackkel tudnak meglepetést okozni, amit ugye már láttunk Bén, és azt is szintén lefülelték, tehát már es titok az Astralis számára, hogy ilyet tud a nip, vagy hogy kicsit agresszívabbak leszünk ezekkel a pisztolyokkal, és na, most Rez közben Bét egész szépen bevédte, csak mindez nem jelent semmit, mert terelő játékosok voltak, a többiek pedig szépen elviszik a bombát ára, mester ilyen játssza eddig Infernót, ez az Astralis. Hát itt egyébként mindig nagyon szoros mérkőzéseket játszottak a csapatok. Ahhoz, hogy ez szoros legyen, ahhoz még azért jó pár kört kell még hozni a nipnek. Ez a bomba robbanni fog. Nézzük meg a pénzeket. És már 3004-es loose bónuszon vannak a népesek. Lesz bőven AWP-re is, hogyha akarnak költeni. Grátokra is érkezik egy meccszünet. Abszolút megértem. De jelen pillanatban az Astralis azt csinál ezen a pályán, amit csak akar. És ki kell találni ezeknek a pizsamás ninjáknak, hogy hogy kéne másképpen játszani. Így van, viszont akármit találnak ki, valamit tenni kell az Astralis menetelése ellen, mert ez így nem lesz jó, főleg, hogy támadó oldalon vannak. És ez ugye még jobban ráteszi egy kicsit a nyomást a népre, hogy a T oldalon lévő. Ami egyébként elméleti síkon a gyengébb oldal lenne.
kifozzák a köröket az asztalizosok. Egyébként nem volt olyan hosszú az a pauz, tehát egyből csak egy pár másodperc, mire volt, nem tudom egyébként, hogy mire volt elég. Csak egy kis technikai gond volt, nem tudni. Nézzük, Drakonnek meg is van az entry, Kirby megad hatalmas frag, hiszen pont, hogy az Astraliznál lévő legtöbb fraggel rendelkező játékost ölte meg elsőre. Mellett egyébként még Duplinek van ugyanannyi fraggel. Picit egyébként agresszívra váltott a nép, és az egyébként be is vált neki, tehát hogy... Igen. Jól tették. Igen, ez eddig elég passzívan játszottak, látszott, hogy nem működik. Most ugye sikerült egy gyors execute-tal Kirbyt kiiktatni, visszavonulni, újra rendezni a soraikat a népeseknek. És most egy kicsit talán meg is van zavarodva az Astralis, hogy úristen, ez eddig nem így zajlott ez a dolog. Ó, Dupli, de jól eltervezte vakító gránáttal, majd az egy Goisley-val, és nem jött össze, nem adta be neki a játék. Pedig az ötlet brilliáns volt. Majd legközelebb. Assist és Forest kell, hogy rövidet, illetve erkélyest nézze. És... Nagyon szép, szép Nix. Majdnem, hogy gránáttal a kezébe halt meg. Dupli viszont duplázni tud, ez nem túl jó hír. Forestnek segíteni kéne. Rez Rankerről érkezik, plusz már kerülőből is. Szép Forest. Hát... Kifogyott az M4-ből, de az... Ha tele van, akkor sem menti meg Device-tól. 2-2-re Device, lepakolja a bombát. Hát van egy moló. Most az mondjuk Glaive-re jó lehet. Letisztázni Pitet, csak... Függ, hogy hova dobod. Nem biztos, hogy Gethide el fogja dobni, nagyon szép. És megvan a biztos info megint Pitben, tehát egy all-time Pit, gyerekek, oda mindig be kell nézni. Gethide versus Glaive. Glaive kidobja a molót, és Getright beleáll! Hát az a rossz hírem van Getrightnak, hogyha be is lövi Glaive-et, valószínűleg akkor is meghal a molóba. Ezt nagyon jól kitalálta Glaive. Getrightot pedig sürgette az idő, ezért döntött egy ilyen agresszív kimozdulás mellett, ami ezúttal nem jött be. Hát ez a pauz nem tett jót egyébként a népnek egyelőre. Ugyanott vannak igazából, viszont most már két alapján próbálják megvédeni a szájtokat. Ezért valójában egy kicsit, mint hogyha a félelemre utalna. Már a második AWP is megjelenik. Ez egyébként az Astralis kizárta azt, hogy kocsihoz menjen akárki, és hiszen elmolozták azt a részt banán végébe. Most ketten elkezdték tolni banánt, eléggé agresszívan, és Getrad most már részlet, hogy ott van Device, és ugye az AWP nem tud mit csinálni ellene. Ugye és nagyon úristen, Glaive áttúrta Getradot a füstön keresztül, és ott egy kis DK is volt egyébként Dupli részéről. Kicsit Zipuszra sikerült meghitelni, és Rez! Belőtte a második két a népnek, ugye Kirby már is a temetőben van. Nézzük, az ember, hogy ott van a népnél, már csak ki kéne használni ezt. Előző körben is így kezdtek, mármint, hogy jobban. És aztán mégiscsak sikerült, pontosan amiatt a sajátosság miatt, hogy megint, ha bevennének B-re hárman, és csak egyet tudna ellőni Rez az AWP-vel, akkor ott vagyunk, hogy 2v3-ba lepakolják, és ha még marad Granátja Duplinek és Sipnixnek, vagy csak jobban fognak lőni Béle rakón, akkor már is meg lesz a tizedik körük. De lehet, hogy most azokat a gránátokat el fogják használni arra, hogy bemenjenek Béle. Meglátjuk. Kérdés, hogy mennyit. A füstöket már biztosan. Rez. Nem hal bele Glaive. 10 HP-ja marad. Unlucky. Szegény Draken. Vagy bocsánat, Rez. Draken most érkezik a szintén az AWP. Nagyon kevés az ideje egyébként a Astralis játékosnak, viszont Duplire biztosan nem számítanak. Nagyon szép. Rez is ellövi magát, hát ez a Dupli halljátok, hogy gyerekek, ez mastermind gyerek, nagyon ügyesen játszik. Eddig végig kiváló, Forest 1v1-ben, Dupli versus Forest, és megcsinálja Dupli. Egészen elképesztő teljesítmény a Dántól. 10-2. Jelen pillanatban a Nipnek nincs ellenszere, se az Astralisra, se Duplire. Szóljátok, hogy ha egyébként nem elég hangosan játék, mert az ellen tudunk tenni. Itt most felhúztam a hangerőt. Hát szóval 10-2.
Ez csúnya. Letét csúnya, igen. Az a baj, nem nagyon lehet rá mást mondani, mert a pauz, még az a nagyon-nagyon rövid pauz sem tudod mit kezdeni a nippel. Hogyha most az Aszlét behúzza a maradék három kört, az ugye azt mondja, hogy 13-2-vel fordulnak. Ő pedig arra vezethet rá minket, hogy az ott lévő pisztolykör megnyerése után már matchpoint szituációba kerülne a nip ellen. Ami az valójában nem kellemes, sőt még 13-2-ről is nagyon nehéz visszahozni, bár ne feledjük, hogy Colorate-nak sikerült, ugye? Infinitim. A semmi sem lehetetlen. Egy kicsit más tészta az a történet, kicsit, más tír. Egy lényeg ugyanaz, tudod, tehát hogy... Van comeback potential a népben, egyértelműen ezt adom, ezzel egyetértek. Ahhoz viszont nagyon-nagyon szintet kellene lépni, lehet, hogy majd a második fél időben segíthet. Vagy például Forestnek ezek a lövései. Nagyon szép. Drakennek is be kéne akadjon a Deagle-ből egy-két fejes, egy! Visszavonulót fúj, viszont a bomba esett. Biztos info van arról, hogy ára jönnek. Hát fogják lőni ezt a dobozt, ha meglátják Drakent. Na, hibázik Draken, azt viszont büntetni szokta az Astralis. Érkezik Rez. Device-t akár meg kéne ölni. Hát, igen. Abból nem fejes lősz, abból a pisztolyból, akkor lőheted a testét naphosszat az ellennek. 3-3-ra visszafoglalás igazából Echo, tehát meg kell próbálni, exisztni ráadásul, van egy OK is. Érkezik majd rövidről. Kirby. Hát igen. Ilyen az, amikor OK-val vagy. 11-2. És van egy olyan érzésem, hogy ez a szám csak növekedni fog. De most már, hogyha oldalt is cserélnének és 4-11 lenne a végeredmény, szerintem akkor sem panaszkodnának a dánok. Ami viszont biztos, hogy nagyon kell minimum, az a minimum 3 kör a népnek. Különben el fognak vérezni az iskola körökben. Dupri már nagyon gyorsan itt van a partmanba. Forestnek ezt tudnia kell. Igen, biztos info meg is van a srácokról. Most 2-3-ban védekeznek, B-t erősítik inkább 3 játékossal. Ami azért furcsa, mert ugye eddig nagyon ritka. És nem hal meg Drakentől, hát ez már nem tudom, második ilyen alkalom, hogy nem halnak meg az Astralis játékosai egy AWP lövésben. Unlucky. Még a szerencsés is mellettük van. És most már lehet szépen lassan kerülni Rez révén, egy agresszív van kitolja szépen Draken rövidet, és ott a bomba. Vakítógránát mind a két játékos vakítja, de Draken! Drakennek ez nem számít, csak egy nullzumot kell elengedni. És exist fog dupázni. Így van, ahogy Draken. És Forest pedig a maradékot szépen besöpri. 3-11. Utolsó kör az első fél időben. Kellene. Az az egy kör, plusz egy kör a népnek. Sokat jelent, higgyétek el. Tehát akkor még úgymond van egy hiba lehetőséged egy fegyveres körben, ha nincs meg, akkor még csak az se. Akkor nyerni kell minden, gyakorlatilag ugye minden kört, mert az iskola köröket elveszíted, akkor az már 15-3. Draken, na erről van szó, végre megjött a bátorság, megjött a magabiztosság, amire oly régóta vártunk. Ugye ezeknek a srácoknak, mint Rez és Draken, akik nagyon tehetséges fiatal játékosok, de még nem szokták meg a tier 1-et. Nekem van egy ilyen érzésem, hogy sokat kell még játszaniuk ilyen jó csapatok ellen, hogy elhiggyék azt, hogy dehogy nem, én is kinézhetek, kimehetek pofátlanul, és az arcukban úszumolhatok, kickscope-olhatok, és megteltem azt, amit ők is megtehetnek velem. Sipnix, Jézusom, Reznek annyi. Getite is hasonló sorsra fog jutni. Szép Nix megy előre, tűnik, hogy ez most az ő köre lehet. Nagyon szép volt egyébként a válasz Exist-től, tehát ez most körment. Tehát ez megmentheti ezzel a kört, hogyha szépen a többiek megoldják. Forest, illetve Draken. Forest nagyon le van maradva. Ettől függetlenül Draken... Nem tudom, az egy nozum lehetett, mert nagyon gyors volt, vagy egy quickscope. Hát, ezt így kell csinálni. Forest versus Szép Nix. Két nagyon hasonló karakter. Lássuk. Talán némi helyzetélőnye van Sipnixnek, de Forest is jó felé néz. És ott a fejes Forest-től! Megvan a negyedik köre a nipnek!
Így van, 4-11, jöhet a második félidő. Nem túl sok az a négy kör, ellenben elég kevés, de talán éppen elég lehet. Kelleni fog. Kelleni fog az első három kör, anélkül nem lehet megnyerni ezt a mérkőzést. Onnantól viszont 11 hétről lehet tápászkodni. Jajjaj, itt most minden nyert körben szüksége van a mipnek. Sőt, bocsánat, minden körre szüksége van a mipnek. Minden kört meg kell nyernie ahhoz. Nem szabad egy kis esélyt sem adni az Astraliznak arra, hogy visszahozza. Visszahozza, bocsánat, hogy még nagyobb előnyt kovácsoljon magának. Itt akár a legkisebb hiba is végzetes lehet. Egyébként kíváncsi leszek arra, hogy a NiP mit fog most itt produkálni egy oldalon. A legutóbbi Astraliz NiP összecsapáson, egyébként az is Inferno volt, ott egy 12-16-ra tudott nyerni az Astraliz. Most lehet kicsit, hogy is mondjam, egy oldalúbb az eredmény. Ellenállás szerint. Azt neki tudja, lehet, hogy a NiP visszahozza. Ez meg a teljesen a jövő zenéje. Azért megnézném, hogy a NiP így visszahozza, és a végén pedig úgy, mint mondjuk az Astraliz, vagy nem is tudom. De itt azért egy-két dolgot át kell beszélniük szerintem a szünet alatt. Az egyébként már itt vagyunk, az első pisztolyköt, amit még az elkezdődött. Jaj, bocsánat, én mútolva beszéltem. Úristen, hát úristen. Hát már nagyba folyat az események. Ottan, de is kommentátor vagy kismagyar, tehát egész nyugodtan. Igen, csak közben én is egyébként letálcáztam, megnéztem, igen, hogy mi folyik a csetem. Tetszik. De aztán ne nézel, azt majd a moderátorok nézik. Szóval, amíg volt itt egy kontakt miden, majd pedig sikerült az Astralisnak visszahúzódnia, pedig négyen is kint voltak, és nem érkezett Getrite patkányból, hogy legyen valami. El fognak menni a ték B-re. Itt a cseten már, a cseten egy bizonyos mondatra majd én is fogok reagálni, mert ez tényleg nagyon érdekes. Na de, lássuk, hogy sikerül-e tényleg ez az első kör a NiP-nek. Nagyon-nagyon fontos, ezt most úgy kell játszani, mint hogy az életükért üzenének. Szép néz hozzanak, hogy megölére ezt, ami nem túl jó a ninjáknak. Érkeznek vissza közben a KRB-ék is, egy pillanatokon belül durva ember hátrányban lesz az Astraliz, így van, Sipnix. Egy laza füstön keresztül fejes. Dupri. Hát nagyon sarokban vannak szorítva a srácok, tehát ez szinte megoldhatatlan ez a helyzet, hogyha device-ik nem rontják el. Mármint a NiP számára megoldhatatlan. Igen. Hát pedig úgy szóval nem rontják el, és mindegyik NiP játékos igazából. Hát szerintem egy... Három ember. Nem tudom, egy mestersebész, nem tudom, hogy van-e ilyen egyébként, valószínűleg nem, de egy sebész sem tudna ilyen pontos fej operációkat végrehajtani, mint amit Glaive-től itt láthattunk. Szóval a chaten írtátok már többen is, bizonyám Kenny-szel készült interjú a DreamHack Masters Malmö-i állomásán, ugye megnyerték a G2-val, de hát többek között az Astraliz és a NiP is az elődöntőjé jutott nagyon szépen, nagyon jól játszottak végig, tényleg egy érdekes és izgalmas verseny volt, pláne a playoff, és ott mondta Kenny-sz azt, hogy valóban Draken fiatalkori, vagy fiatalabb kori önmagára. Emlékeztetni azért Kenny-sz esetében nem lehet azt mondani a 22 életévével, hogy olyan idős lenne, hogy ő már így azt mondja magáról, hogy mikor fiatal voltam, tehát ne vicceljünk. Veszik az én időmbe. Így van, tehát már ez a következő, igen.
Bár egyébként, hogyha a sportokat tekintünk, akkor az ilyen 22 év az ilyen középkorúnak minősül. Egyébként nem feltétlenül középkor felé haladva, inkább akkor így mondom. Most kifejezetten, hogy a sportkarrierekre gondolok ugye ez alatt. Szóval igen, egy nagyon gyors játékosról beszélünk Drakon személyében. Ez így van. Meg kell nézni közben a szavazást, hogy állt, illetve hogy fejeztük be. Egyébként megindult a fregelés egyébként Dupri. Ki írtotta az erdőt a pályáról, ha. Na hát. Az egyik, hogy Forest volt az entry ugye a nép csapatából. Erdőírtás zajlik? Igen. Egyébként Glade sem áll meg, már a harmadik fregjét szerzi meg. Már a harmadik népes játékost hozzá a pályáról. Egyébként Draken. Ezer Teagle-del egy ember tudott megölni, viszont Device-on már nem tudott kiigazodni. És ugye egyértelműen az Astrid behúzta ezt a kör, 13-4 az állás. Erről beszéltem, hogyha a pisztolykört elhozzak, akkor már szinte matchpoint szituációnál vannak, ami a népnek egy kicsit kellemetlen. Viszont mivel volt bombarakás az első pisztolyos körbe, hát első pisztoly az első körbe, ezért ugye már is tudták megvenni, vagy már is meg tudták venni az alkákat. Ugye egy ekkózott kör után. Így 5 darab alkán 47-es van náluk egyébként. Gránátokkal viszont nincsenek annyira jóba. Ebből Getrightnál van egy flash és egy füstgránát. Még egyébként a többiek egy-egy villanógránáttal tudnak gazdálkodni. Draken is Exist kivételével. Szóval egy gránátot tegnek kicsit gyér, ez egy picit nehéz lesz így a foglalás tekintetében. Olyan sok pozíciót nem tudnak majd kizárni. Ezért lenne mondjuk célszerű belindulni B-re. Ott akár egy jól irányzott CT smoke-kal is már könnyebb lehet behatolás. Igen, csak ott meg ugye az a probléma, hogy tekercsre is szoktam. Igen. Nehéz kérdés ez. Inkább mi nem? Én akkor már inkább azt mondom, hogy így be lehet menni egy füsttel vagy kevesebb gránáttal. Mondjuk az érdekes, hogy pont rankert választják erre. Device találkozik először Exist-tel, és elveszíti a párbajt vele szemben. Ez egy utolsó lehetőség a népnek, hogy tápászkodjanak. Nagyon fontos, hogy ezt a kört megnyerjék. Kirby teljesen el van most kerítve a társaival, körbe van fogva. Ha csak nem csinál valami óriási akciót, nem nyerhetne meg ezt az asztali szertékos edet. Kirby elkezdi, ott van még egy frag, egészen elképesztő, Getrightról is van információ, 2-2-re, bomba lekerül, viszont meghal. És nézzétek meg, ignorálták Kirby-t, pontos info volt róla, nem is értem. Miért hagyták, hogy azt csináljon, amit akar? Draken és Kirby 1v1-ben, és Draken lefüleli Kirby-t. Mi van most, hogyha van Diffuse kitje az Astralisnak? Valószínűleg Kirby azonnal megpróbálta volna, nem volt info Drakenről, ezért fékelt egyet, hát ha érkezik rövidről, de nem, végül ugye házból érkezett RK-ről. Ezt nem számolta bele Kirby a képletbe, de nem számít, mert elég durva az, hogy önmagában, hogy sikerült Kirbynek ilyen nagy csapást mérni a népnek a bankjára. Nem lenne jó, hogyha most ezt a kört elveszítenék, ugye pláne úgy, hogy két játékosnak kevlerje sincsen, elég kevés granátja van az Astralisnak, bár mondhatjuk, hogy már ez egy normálisabb force kevlárokkal is CZ-kkel, hát ez 5650 dollár azért fogyott, de ez a tipikus pénzkiegyenlítős vásárlás leginkább, amit láthatunk a dánoktól, nem veszélytelen. Tehát nem veszélytelen, oda kell figyelni nagyon a nipnek. Hoppán, az például most egy komoly probléma volt Getrightra, hogy nem sikerült Dupit azonnal előni. Kimennek az első gránátok a niptől, egyébként náluk sincsen olyan nagyon sok gránát most már rá, és a hegeket is eldobták, Dupri hibázik. Jó volt a vakító gránát, ez visszatartotta a nipet, viszont fegelni meg nem sikerült. Draken az, aki vakon, félig vakon tud duplázni. Ezért két fegyvert elvettek a niptől. Mindenképpen egy kis készlet megcsaponásnak lehettünk szem és fül tanulni. De ez ugye nem elég ahhoz, hogy kört hozzon az Astralis, főleg nem pisztolyokkal. Így akkora csodát már nem nagyon tudna tenni, viszont hoppá, Device-nál. Ott termett egy alka a kezébe. Mind a két Astralis játékos Bane-man, szóval nagy valószínűséggel kipróbálják menteni, ugye Glaive a
Kevót, az UMP-t, és ugye a Smoke-ot, míg Device az Alkát, illetve a másik Smoke-ot és a Desert Eagle-t. Igazából itt már mentik azt, ami menthető. Kimádkozzanak azért, hogy a NiP ne nagyon fusson rájuk. Bár szerintem a NiP az nem olyan csapat, aki így ott hagyná a bombát őrizetlenül, inkább bebiztosítja magának a kört, hiszen itt most tényleg minden kör számít. Viszont egy biztos 13-6. Nagyon helyes, kezd egy kicsikét éledezni a NiP. Lévő és Device pedig nyilvánvalóan a fegyvert szeretne menteni. Nagyon jó kis fegyvereket sikerült maguknak szerválni, hiszen az UMP egyébként azért is lesz nagyon jó, tehát nem is kell leváltani azt az UMP-t, mert tudják, azért elég tapasztalt játékosok ahhoz, hogy az, hogy elvettünk tőlük két fegyvert, ez a bankjukat eléggé szétzilálta a NiP-nek, tehát láthatjuk, hogy 1300 és 2000 dollár környékén mozognak. Ez csak azért fontos, mert hogyha a 14. köréhez elér az Astralis, onnantól kezdve végig forszolgatni fog a NiP. Tehát nem az van, hogyha most elbuknának egy kört, akkor is vissza tudnák ugyanezeket az alkákat venni. Nem tudnák. Jó, ha még esetleg bombát tesznek talán. Közben Sipnix megy előre, mint egy, hát nem is tudom, álmokfutó, végül Exist állítja meg. Na, kihagyjátok azt a gyújtót, vagy sem, nem valószínű. Soxnak volt innen egy foil próbálkozása. Aki emlékszik, aki nem. Device próbált valaki píkelni, de Draken gyorsabb volt, ahogy láthatjuk. Hát igen, a kicsi Kenny-es, akkor mostantól hívjuk így, mi magyarok. De továbbra is 3-3-ra, még nagyjából a HP-k is megegyeznek. Na jó, nem. De Alkánál nem számít, tehát fejbe kell ülni és kész. Vannak gránátok téknél is, és lehet azt mondom, hogy ahhoz képest bőven van. És másik oldalon is Kerbyre szükség lesz, aki viszont le van maradva. Tehát azokat a gránátokat maximum visszafoglaláshoz lehet majd használni. Visszafoglalásban fognak segíteni. Dupré várja, füst szélén, lyukas, és Existet le is sebzi, úristen, az nagyon nagy mák volt, hogy ezt túlélte, és Draken is átmegy, Kirby, és nem engedik letenni a bombát, ennyi volt, hát ez valahogy elmismásolta a NiP, mert szinte vissza se próbáltak lőni ebben a bélerakós pozícióban, és elérkeztünk ahhoz, amit már emlegettem, amit így jósoltam, hogy ha elveszíti ezt a NiP, akkor láthatjuk, mennyi pénzük lesz. 14-nél, ha nyerni akarják ezt a mappot, nem tehetik azt meg feltétlenül, hogy ekúznak, vagy legfeljebb csak P250-eket, vagy Deagle-öket vesznek. Könnyen lehet, hogy be kell vállalniuk a Force-t. Granátokkal. Tech-9-ekkel. Adott esetben. Igen, egyébként elég erősen szorul a húrok a NiP nyaka körül. Azt hiszem, ez tényleg minden lehetőséget megragad arra, hogy behúzzák ezt a meccset végül. És ez volt a pauz igazából. Hát nem tudom, hogy körülbelül másfél perc alatt mindent lehet átbeszélni. De szerintem még másfél perc sem volt. Hát, hogy a NiP-nek elég, hiszen a Force mellett döntöttek, ahogyan Robi is mondta, hogy ez is fennáll, mint lehetőség. Megnézzük, hogy mi lesz ebből, de már megint azt láttam, hogy van náluk két CZ, tehát nem tudom, hogy mi ez a CZ őrület ismét. Mondják, hogy Exist már is nehezebben fogja majd tudni használni a CZ-t, hiszen ugye ahhoz inkább előre kell rásolni, és Existnek egy kicsit megcsappant a HP-ja. Így az előre rásolást itt picit megnehezíti a dolog. Nézzük az összes NiP játékos egyedül Forest kivételével, mindenki ott van jelenleg téren a környékén, és Existnek már is ott lehet egy frag, meg is van neki, viszont Rez hagyja ezt annyiban, és megbosszulja a Getrightot. Ízállást még a végére, az első cserét nagyon jól intézte el a NiP, hiszen azonnal tudott válaszolni azt Reznek a fragjére. Lett egy AK, bocsánat, egy M4 Drakennek. Most már mindegyik nippes játékosnak van igazából valamilyen szinten nagy fegyvere. Forrest azonnal el is hullott az UMP-vel, ugye Dupré. Nagyon résen volt és egyből reagált, amint meglátta Forrest fejét. Ezek a nippes játékosok minden. Épp lassan, de feljönnek középen. Hát
ezt most pont nagyon-nagyon rosszul olvassák, mert ahogy láthatjuk, Dupri már kerül, kritikus helyzetben van, innen duplázni kell. Lesz ott van neki dupla, így van. Milyen jól olvasztak itt? Szóval amilyen rossz olvasztak itt, olyan jól olvasztak az asztrializosok. Hát ez az asztrializ most, hogy mondjam, sokkal magabiztosabban játszanak. Tehát ez látható, hogy megpróbálkoznak olyanokkal, amikkel a NiP nem. Tehát mikor láttunk a NiP-et lörkölni CT-ként egyszer. Talán ez a tipikus banál lörk, amikor már teljesen egyértelmű, hogy áramegy az ellenfél, és akkor, de hát könyörgöm azt meg, aztán tényleg nagyon könnyen olvasni. De amit most Dupri csinált, ez tényleg váratlan volt. Megmerik tenni, egyrészt azért, mert van bőven előnyük, de ez az előny, meg alamúgy is úgy érkeztek erre a mérkőzésre, ahogy látom, úgy léptek pályára, hogy maga biztosan játszanak. És ez a self-confidence, amiről beszélnek az, a külföldi elemzők is, hogyha úgy állsz hozzá egy mérkőzéshez, hogy nem tudom megverni az ellenfelem, mert ő jobb, akkor ez a fajta önbizalom nem lesz meg, nem fogsz úgy lőni, nem fogsz úgy gondolkodni, nem fogsz olyan helyzeteket megpróbálni. A NiP-nél jelen pillanatban ezt látom, hogy ez nincs meg. Egyébként az is benne lehet, bocsánatkozva, hogy így hozzávágok, hogy ugye az Infernót az Astralis választotta igazából, vagy hát az Astralis pályája, hogyha inkább így jobban hangzik a fogalmazás, és így lehet, hogy a NiP jelenleg nem érzi úgy magát az Infernón otthonosan. Például ez is lehet az idézőjeles vereség egyik oka. Egyébként igazad van pont ezzel a motivációs kérdéssel kapcsolatban, és meg ezzel az önbizalmassal. Tényleg először fejben kell eldönteni, hogy képes-e az adott csapat. Utolsó gránátokat fogják eldobálni. És már csak Get Right és Rez maradt a NiP-ből. 2v5-öt kell hozzanak a srácok, ha nem, akkor pedig nagyon gyorsan menni fogunk nyúkra. Ennyi, Get Right egyedül. És végül ő is elhullik. 1-0 tehát az Astralisnak, már ha lehet így számolni, hogy 1-0. A saját pályájukat megnyerték, most pedig érkezik a NiP.